Kedves vendégeink, nagyon sok szeretettel köszöntök itt mindenkit a Paradigma Viktoros Színházában. Hallottuk ez a mikrofon? Igen. Köszönjük a türelmüket, és nem csak az itt élőket köszöntöm, hanem országhatáron belül és országhatáron kívül azokat, akik az internet segítségével nézik a mai programunkat. Én nagyon rövid leszek, hiszen a főszereplő egy fiatal emberé lesz, egy olyan fiatal emberé, aki a Forever Green Products C egy elismert, kiváló vezetője, hatalmas nagy csoporttal rendelkezik, 17 éve erősíti a Forever Green Products céget, és ő egy olyan településről jött Nógrád megyéből, ahol nincs túl sok pénz, és sok embernek tudott segíteni, hogy egészségesebb legyen, és anyagi helyzete is javuljon, anyagi helyzete is változzon. A cég minden kiírását teljesíti, apőösztönző program 13. havi jövedelem, és mi minden van még, amit segítsetek, itt most lányos zavaromba. A lényeg az, hogy méltóan képviseli tisztességgel, becsülettel és hatalmas szakmai tudással a Forever Living céget. Én azt gondolom, hogy a teremben most érdemes mindennek ráfigyelni, azok is, akik ma vannak itt először, azok is, akik már többször hallottuk. Hogyan tudunk az egészségünkön változtatni, hogyan tudunk az anyagi helyzetünkön változtatni, és hogyan tudunk egy ilyen jó csapatban dolgozni, illetve részt venni. Hallgassuk Lapisz Tibor Story Manager-t. Köszönöm szépen, kezdjük sokkal a hölgyeknek, tiszteltem az uratnak. Nem is az a lényeg, hogy mit értem el, meg mit lehet róla mondani itt. Most fölkérve egyébként egy perccel ezelőtt, hogy mutassam be engem. Azért volt zavarva. Nem mindig a hírvívő a fontos, hanem lehet, hogy a hír az fontosabb lesz az önök számára, ami ma itt elhangzik. Én igazából a tapasztalatainkról szeretnék önöknek beszélni. Én 13 éve képviselem ezt a céget, mint Forever üzleti partner. Ahogy említetted, én Nógrád megyében Salgótéren mellett egy kis faluban laktam. Én úgy találkoztam a Forever céggel, hogy nekem sajnos négyszer volt hasnyálmirigy-gyulladásom. 15 évvel ezelőtt volt a negyedik hasnyálmirigy-gyulladásom, én 8 évig szenvedtem ebbe a betegségbe, egy felnőttkori mumpsnak a szövődménye volt, és egy orvos ajánlotta az egyik termékét a cégnek, ez pedig nem volt más, mint ez a sárga flakonos aloe vera gél. Tehát én annyira nem hittem ebbe, mint a süsübe, ahogy van ez a sárkány ellen sárkányfű, nekem soha nem jött be. Tehát egy szkeptikusként nyúltam ehhez a termékhez, de amikor már az embernek olyan betegsége van, hogy azt mondja az orvos, hogy hát fiatal ember, magának annyi az esélye, olyan kevés esélye van már arra, hogy egy ötödiket túléljen, hogy az már nagyon ritka 10% alatti esély, mondtak nekem. Tehát már az, amikor az orvosokhoz mentem, és már úgy beszéltek a többi orvossal, hogy na jön az a csodafiú, aki négyszer túlélt hasnyálmirigy gyulladást. Tehát itt az orvosok bólogatnak, tudják, hogy milyen probléma, tehát mikor az öngyilkosságon gondolkozik az ember, olyan fájdalom van, így éget tudod, miről beszélnek, amikor a betegségemről beszélek. Én sajnos 8 évig az ételek 80%-át nem ehettem meg, hát úgy is néztem ki, mint egy etióp gyerek, mert mindent, amit az ember megértett, azt nem. Tehát ráadásul vegetáriánus vagyok 26-7 éve, úgyhogy még hús se ettem, úgyhogy voltam bajban. De most már, ma már úgy tudom ezt felfogni, és úgy tudom megítélni, hogy jó Isten valószínűleg nagyon szeretett engem, hogy adta ezt a betegséget, hogy aztán én találkoztam a Forever termékével, majd a Forever üzleti lehetőségével. Mert elfogadtam, használtam a terméket, és 2 évig én csak lelkes termékfogyasztó voltam, azért mondom, hogy lelkes, mert én visszakaptam az életminőségemet. Én ehettem bármit, én ehettem utána pizzát, mustárt, hagymát, puffasztó dolgokat, bármit, amit előtte nem. És nagyon boldog voltam, és mindig rendeltem a fiatal sráctól, aki, mert nem az orvos, nem foglalkozott ezzel, ő csak ajánlotta, és ez is fontos, hogy ajánlottam, mert a praxisból kiváló tapasztalatok voltak, ajánlott, hogy próbáljam ki. Nagyon jó volt, és pozitív élmény volt, hogy nem csodákat ígért, nem azt mondta, hogy ezt igyom és majd meggyógyulok, hanem azt mondta, hogy próbáljam ki, mert jók a tapasztalatok az ő környezetében is. Hát az ember mit tud csinálni, amikor ilyen betegség van? 27 évesen azt mondják neki, hogy túl sok esély nincs, hogy még egy hasnyálmirigy gyulladás lesz, akkor game over, amit szokták mondani. Aztán én 2 évig csak termékhasználó voltam, de az a fiatal srác, aki hordta nekem a terméket, egy nyomdász fiú, akinek én a főnöke voltam, minden esetben, amikor hozta, próbálkozott. Adott nekem Foreveres újságot, meg mindig mondta, hogy van itt több termék, meg üzlet.
Én mondtam, hogy figyelj, engem az nem érdekel. De két éven keresztül szinte minden hónapban, és már eljutottunk oda, hogy azt mondtam neki, hogy nyaggatsz ezzel a hülyeséggel engem, akkor nem tőled rendelem a terméket. Mondtam én ezt, hát még halvány ide a fogalma nem volt arról, hogy tényleg milyen termékek vannak még itt a háttérben, és hogy épül fel ez az üzleti koncepció. Ez csak azért mondom el, mert ha valaki szkeptikusként ül itt, és úgy van itt a teremben, hogy elrágatták, és már ilyen 27. meghíváshoz, na jó, van most már csak, hogy ne sértődj, még eljövök, akkor ne aggódjon, mert tőlem szkeptikusabb ember szerintem ebben a teremben, vagy ebben az üzletben nem volt. Én ekkor egy nyomdaipari cégnek voltam a vezető, és egy reklámkérdő cégnek a tulajdonosa. Nagyjából úgy nézett ki az életem, hogy 4:30-kor keltem minden nap, 2 óra sport, és 8-tól sokszor éjfélig dolgoztam, 30 ember dolgozott nekem, a hétvégén nagyjából ugyanígy néztek ki. Egyébként az eredeti szakmám esztergályos, nekem nincs diplomám, ez egy olyan tevékenység, ahol esélyegyenlőség van, hogy bárki sikereket, eredményeket tud elérni. Amit itt láthat a kivetítőn, azok néhány motivációs gondolatok, néhány olyan szó, ami esetleg felizgathatja az embert, de jó lenne egy új kocsi, egy új ház, gondoskodni az utódokról, egy passzív jövedelem, egy olyan bankszámla, amikor rá gondolunk, akkor olyan nyugalom tölt el minket, hogy úristen, ott van az a néhány millió forint, lezsírozom a bankszámlán, milyen jó lenne, de hát a mai világban nem ez a tendencia. Én azt figyelem meg, hogy nem arról szól a mai társadalom élete, hogy egyre egészségesebbek az emberek is egyre több pénzt keresnek, hanem itt ellenkezőleg. Tehát, hogyha ilyen hallgat rádiót, vagy néz tévét, amit ne is tegyen szerintem, mert hogy elmondja a kedvét, akkor láthatja, hogy milyen világot élünk. Én azért mondtam önnek, hogy ma senkit nem szeretnék meggyőzni, sehova nem szeretnék beszervezni, és nem tudunk eladni önnek semmit, mert ezek, amik itt az asztalon vannak, ezek mind üres flakonok. Tehát, hogyha megijed, hogy úristen, mennyi minden van, az kiszámolja, hány ember van, biztos rám is jut valami, meg kell vennem valamit. Hát nem, ezeket nem tudja megvenni, ezek üres flakonok, a raktár pedig már bezárt, itt nem tud vásárolni. És beszervezni sem szeretnénk sehová, mert ez a szó maga, ugye én is ezt mondtam, hogy engem nem lehet beszervezni, két éven keresztül én mondom, hogy engem nem lehet beszervezni sehová. Hát igazából ez abból ered, ez a gondolkodásmód, hogy az embernek van valamilyen, hát vagy tapasztalata valakiken keresztül, akik már jól csinálták, vagy inkább azt mondom, hogy előítélete. Talán inkább azt a szót használom, hogy véleménye. Ugye mindannyiunknak van mindenről véleménye. Ugye a focisták, mindenki ért a focihoz Magyarországon, 10 millió ember, csak az a 11, aki a pályán van, az nem. Én megfigyeltem azt, hogy a barátaim, én borászkodtam, a barátaim annyira értettek a borászathoz, meg a borkészítéshez, életükben hordót nem láttak, csak ugye amikor a dugot kiúzzák belőle, de ők osztották nekem az észt. És mindennel így vagyunk, hogy van véleményük. Ugye minden kocsikról van véleményük, mindenről, a biztosításkötésről, meg sorolhatnám még. És sokszor az a probléma, hogyha maga csönfej az ember, hogy ezt a véleményt ő tényként kezeli. Ő meggyőződéssel állítja, hogy ez így van, pedig ez csak egy vélemény. Na így voltam én annak idején 13 évvel ezelőtt, az én kis véleményemet tényként állítottam, hogy na engem nem lehet beszervezni a piramis rendszerbe. Ez biztos olyan, mint a, és soroltam ilyen kozmetikai termékeket forgalmazó cégek neveit, mert láttam a kolléganőkön, hogy kolléganőkön keresztül foglalkoznak ezzel. Volt egy bizonyos véleményem, és meggyőződéssel tényként kezeltem ezt az egészet. Addig, amíg nem hallgattam meg egy ilyen tájékoztatót. És ma arról lesz szó, hogy hogyan lehetne esetleg az ön életében, vagy az ön családja életében egy egészségesebb életet megteremteni, és hogyan lehetne az ön, vagy a családja életében egy biztonságosabb jövőt megteremteni. Ma erről a két dologról lesz szó, és főleg tapasztalatokon keresztül szeretném önnek ezt megmutatni. Ezek motivációs gondolatok, ahogy beszéltünk róla, kizárólag akkor fog önnel valami történni a tájékoztató után, ha van önben motiváció. Ha vannak céljai, ha önnek teljesen rendben van az élete, teljesen kerek, akkor lehet, hogy már tudjuk felcsigázni vagy fölizgatni. Hangsúlyozom, nem szeretnénk önt meggyőzni. Tényeket szeretnénk megmutatni, tapasztalatokról szeretnénk beszélni, és maradjon szkeptikus még a tájékoztató végén is, legyen bizalmatlan, mert annak az lesz az eredménye, hogy mindenek utána fog nézni. És ha mindenek utána néz, akkor nem ez kérdés, hogy hogyan fog dönteni. Nem tudom, hogy ön hogy szeretné leélni az életét. Én azt látom, hogy az emberek 90%-a alkalmazotti jogviszonyban dolgozik valahol, és tekeri a mókuskereket. És 40 évig, hát most már nem divat az, hogy egy munkahelyen vagyunk, mint régen még a szüleinknél, váltogatják átképzések, stb. Már most 2-3-4 év után már egy munkahely, az már terhes, már uncsi, stb. Megyünk valahol. De ugye 4 csoportra lehet osztani az embereket bevételi forrásaik alapján, Robert Kiyosaki szerint legalábbis, ő egy milliárdos üzletember, ajánlom a könyveit, Robert T. Kiyosaki, hát vagy a született üzletember, Gazdag papa, szegény papa című könyv, az nagyon-nagyon hasznos mindenkinek, illetve a Cash Flow Négyszög.
veszélyes is elolvasni, mert lehet, hogy az ember nem egy hónap a munkahelyre leszámol. Az alkalmazottak dolgoznak egy munkahelyen x évig, x jövedelemért. Általában ez nem emelkedik, maximum infláció követően reálértékű idő ugyanazokat. Aztán van a vállalkozó, az alkalmazott mindig irigli a vállalkozót. Tessék beszélni vállalkozókkal, hogy mennyire nem felénkik terjed az életük, ők meg irigylik az alkalmazottakat, milyen jobb lenne egy munkahelyre, ezt megkapni ezt a fix pénzt. Ők meg ki vannak szolgáltatva az államnak, az adóknak, a piacképes keresletnek. Ha lesz egy betegsége egy tömövesnek, ő két hétig nem tud dolgozni. Ő elveszíti a munkakereső képesség, a pénzkereső lehetőséget. A másik oldalt már egy kicsit mosolygósabbak az emberek, ugye a cégtulajdonos és a befektető. A cégtulajdonos biztos ismer, akinek nagy cége van, sok alkalmazott és komoly bevétele van, de ott is óriási kiadások és óriási felelősség van. Nem tudom, hogy ismer-e esetleg befektetőt. Az a befektető, a komoly befektető, akinek már nagyobb a passzív bevétele, mint az aktív kiadása. Akkor is, ha nem csinál semmit. Most ez milyen jó élet lenne, ugye? Nem csinálunk semmit, költünk egy X összeget, és sokkal nagyobb lenne a bevételünk. Ki lehet befektető? Hát ehhez pénz kell. Hát az, hogy valaki befektető legyen, és passzív jövedelme legyen, az brutál mennyiségű pénz kell. Hát az sok száz millió forint, mert vesz irodaházakat, ingatlanokat, családi házakat, és bérbe adja őket, vagy bármilyen ilyen lehetőségben gondolkozhat, illetve részvényei vannak, befektetései, de mai questoros világban ugye ez egy veszélyes dolgok, mert pikpak egyik nap ez, a másik nap meg az van, vagy sorolhatnám még különböző cégeket, az már a mai világban veszélyes. Na most, hogyha ez egy varázspálca lenne, és suhintanék egyet, és én döntenem, hogy szeretnél leírni a hátralévő életét, akkor nem tudom, hogy melyik szektort választaná, de én kicsi esélyt látok arra, hogy ezt a szektort választaná. Nem lenézzük az alkalmazott jogviszonyt, nehogy félreértsen valamit. Az emberek több mint 95%-a itt dolgozik, én is itt dolgoztam, és mindannyian itt dolgoztunk, aki az életben elindult és pénzt keresett. De gondolj bele, hogy vannak lehetőségek, több lehetőség is van, ilyen például az, amiről most beszélni fogunk. De lehet, hogy az ön fejében egyébként van más megoldás is. Hát megpróbáltam egy kicsit viccesen hozzáállni ehhez, de az a poén, hogy ez nem vicces, hanem ez körülbelül ennyi a lehetőség az embernek, hogy jól keresen. Tehát lehet bízni az x-elgetésekről, vagy karikázásokban, nem is tudom, hogy lottónál most mit kell csinálni. Most elvitték a 5,3 milliárdot, most megint kezdődik, ugye nem tudom, 300 millió. De most gondolj bele, van önnek esélye arra, hogy megnyerje. Tehát lehet ebbe bízni egy életen keresztül, de szerintem butaság lenne. Aztán lehetne spórolni, de miből könyörgünk? Miből spóroljon az ember? 20-án, 25-én már annyira meg kell húzni a nadrágszíjat, hogy már nagyon meggondolja az ember, hogy mit vegyen. Tehát most csak egy 50 ezer forintot félre tud tenni havi szinten úgy, ami nem hiányzik. Csak egy 50 ezer, mert az kb. 600 ezer forint ugye egy évben. Abból már lehetne egy jó nyaralás, de nem ez a tendencia. Vagy esetleg másodállást is lehet vállalni, de ugye akkor mondjuk az életét teszi tönkre. Tehát gondoljon bele, hogy vége a munkahelyének, tehát vége a munkaidőnek, és még elmenne valahol másodállásba. Hát se családi élet, se élet, semmi nem lenne, és másodállásban általában még kevesebbet is lehet keresni, mint főállásban. Vagy lehet bízni abban, hogy öröklünk valahonnan, jön egy amerikai telefon, és meghalt valami nagybácsi, vagy nagynéni, és kiderül, hogy mi voltunk az örökösök. Hát ez szerintem a mesében maximum. És mi akkor a mi ajánlatunk? Egy tisztességes, etikus, becsületes tevékenység, ahová szorgalomra lesz szükség, motivációra van szükség, és alázatra van szükség. Itt az egót érdemes zsebre tenni, amikor azt gondolja az ember, hogy na én ehhez értek, én ezt tudom, akkor van baj, azt inkább tegyük zsebre, és jöjjön az alázat, és hallgassuk azokra az emberekre, akik sikeresek ebben a szakmában, akinek tapasztalata van, mert ők valóban tudnak segíteni önnek vagy bárkinek. A Forever Living ajánlatáról beszélünk, de igazából nem a Forever Living teszi majd önt sikeressé. A Forever Living cég egy gyártócég, egy infrastruktúrát, egy engedélyeztetést biztosít, most ennek a Forever cégnek az épületében vagyunk, de Magyarországon van még 3 helyen ilyen épület, illetve a világ 165 országában van kirendeltsége ennek a cégnek. A Forever Living a világ egyik legnagyobb cége a saját területén, nem az egyik, a legnagyobb a saját területén. Annyit tudjon róla, hogy a mi tevékenységünk reklám marketing tevékenység, partnere lehet a világ egyik legnagyobb cégének, és ön reklámozhatja a tevékenységét és a termékeit, és az önön keresztül generálódó forgalom után mindig kap egy bizonyos reklám jövedelmet, nem egyszer, hanem örökre, sőt, bárkit bevonhat ebbe a tevékenységbe, és egy brutál nagy hálózatot tud felépíteni. Nézzük meg, hogy néz ki ez élőben. Én főleg erről fogok most majd beszélni. Nagyon kevés szó a termékről, nézzék el nekem. A termékről rengeteg információt tud videó formájában, YouTube-on keresztül, termékkatalógust kaphat,
hanganyagokat kaphat. De a legjobb az, hogy az előadás végén, vagy holnap, összeül azzal az emberrel, aki meghívta ide, és célirányosan arról az egészségügyi problémáról beszélnek esetleg, ami a családban kihívást, vagy esetleg, hogy mit szeretne megelőzni. Ezt úgy hívják a Forever Living-en belül marketing terv. Ez egy ilyen visszaosztási rendszer. Hát első ránézésre nagy üzenetértékkel nem bír, ez egy ilyen pénz-oszlop-oszlop diagram. A Forevernek 37 éve ez a érintetlen marketing terv. Annyit tudja róla, hogy először is szüksége van egy ilyen kis klubkártyára, hogy ő vásárolni tudjon. Maga a kártya ingyenes. Aztán, ha eléri a munkatársi szintet, itt már óriási kedvezményeket kap, jóval olcsóbban tud terméket vásárolni. A harmadik szinten már csoportvezetője lesz a cégnek, itt azt gondolom egy magyar átlagjövedelem nagyon lazán heti 10-12 óra ráfordítással megkereshető. Szerintem ez se rossz ajánlat egyébként, tehát most gondoljon bele, hogy valaki dolgozik a Tesco-ban, polc rendező, vagy nem tudom, vagy pénztáros éppen, és hazavisz 82 ezer forintot napi 8-10 óra munkával, és még másodállásban heti 10-12 órával keres mondjuk 100 ezer, szerintem nagyon nem fog megsértődni. Aztán a negyedik szinten már egy középvezetői jövedelmet meg tud keresni, tehát egy magyarországi középvezetői, egy olyan 200 ezer forint környéke, és ezt a menedzser szintet, magyarul igazgatói szintnek hívjuk, itt már valóban egy felső vezetői fizetésről beszélünk, 300 ezer forint fölötti jövedelem, bár a munkatársaim, akik menedzseri szinten vannak, 500 ezer alatt senki nem keres. Na, erről lesz ma szó, hogy hogyan tudnak ön itt szinteket lépni, eredményeket elérni. Fontos tudni, hogy ezek a szintek örökre szólnak. Nem a fizetés állandó, az a forgalomból ered, de majd beszéljük róla, hogy ezt hogy kell értelmezni. A Forever Living-nél ez engem nagyon-nagyon motivált, nem csak pénzt lehet keresni. Egyéb más juttatások is vannak. Hát amikor meghallottam, hogy itt utazni is lehet, tehát én borsozott a hátamon a bőr, mert én amikor a Forever-t megismertem, én 29 éves voltam, most 42 éves vagyok, 29 éves voltam, és nem voltam külföldön. És az volt a legnagyobb célom, hogy bejárni a világot, kultúrákat megismerni, hogy saját szememben ne csak a Travel csatornáról figyelni a különböző tájakat, kultúrákat, és itt óriási lehetőség van. Gondolja bele, hogy ha néhány hónapot eltölt itt nálunk, kis munkával, ön eléri a csoport vezetői szintet, és rögtön meghívja a Forever Living Horvátországba, Poresbe, egy gyönyörű városba, az Istrien-félsziget legszebb helyére, egy jutalomútra. A világ meghatározó vezetői tartanak itt kétszer félnapos képzést, ez egy ajándékút, és hozhat magával valakit, ez több százezer forint. Na most lehet, hogy önnek ez nem egy nagy dolog Horvátországba elmenni, de én tanulja voltam az elmúlt 9 évben, minden alkalommal voltam, a munkatársaimon keresztül annak, hogy micsoda élmény ez számukra, mert a nagy rész kapolát először a tenger. És ez all-inclusive ellátás a legdrágább szállodában és a legnagyobb szállodából, tehát egyszerűen fantasztikus élmény. Nem tudom, olyan munkahelyen dolgozik, ahol néhány év munka után, nem néhány hónap, néhány év munka után meglepik őt egy ilyen jutalomútra. Hát én a nyomdaipari cég, ahol dolgoztam, egy rendes főnök volt, tehát nem lehet áll panasz, de hát a 10 év alatt egy golyóstólat nem kaptam tőle, nem hogy egy utazást vagy egy vacsorát. Na itt ilyen lehetőség van. Amikor ön menedzser lesz a Forever Living-nél, akkor elviszi ön továbbképzésre a cég, egy úgynevezett Eagle Manageri jutalomútra. Ez tavaly léptanú volt Kaliforniába, tavaly előtt Szardinián, néhány hónap múlva Cancúnba, Mexikóba viszi a munkatársakat a Forever Living, nekem is nagyon sok munkatársam utazik ide. És mindenhová két fő, tehát mindig hozhat magával valakit az illető, és mindent a cég fizet. Aztán képzelje, van ilyen, hogy világtalálkozó. Ez tavaly Londonban volt, az idén volt Szingapurban, tavaly előtt Hawaii-on volt, és bocsánat, az idén volt Szingapurban, is lesz jövőre? Dél-Afrikában, Johannesburgban. Tényleg meg kikkel ezt cserélünk a dián, mennyire gyorsan pörögnek az események. A Mexikóit azt még nem cseréljük ki, de már azt is tudjuk, hogy hova viszi a cég jövőre az embereket. Tehát nézze el nekem, én nem fog tudni nem lelkesen beszélni mai nap, mert az elmúlt 10-valahány évben 35 országba jutottam el ennek a cégnek köszönhetően. Tehát én lelkes leszek végig az előadásom alatt, és nagyon izgatott, mert remélem, hogy átmegy valami önnek is, hogy érdemes ezzel a céggel együtt működni. A Forever Living a pénzen és az utazáson kívül még az autóját is finanszírozza. Nyilván teljesítményt kell letenni az asztalra, de több száz ilyen ember van Magyarországon. Ezt úgy hívják, hogy Forever Tool Drive program, ez leányneve gépkocsi ösztönző program. Hogyha teljesíti, akkor minden hónapban kap 400 eurót plusz áfát. Ez 150 ezer forint áfása. Ezt minden hónapban kapja 3 éven keresztül. Egyszer teljesítette, minden hónapban 3 éven keresztül, hát ez kiszámolja, hogy ez több mint 5 millió forint. Több száz ilyen ember van Magyarországon, itt a teremben is vannak ilyenek.
Aztán ebből van egy magasabb szint, 600 euró, és még magasabb szint, 800 euró. Néhány fénykép a mutatásai gépparkjából. Nagyon sok ilyen fényképet lehetünk volna fel. Nyilván az FLP rendszám nem azt jelenti, hogy ez a cég autója lenne. Éppen most, ahogy jöttem ide, egy nagy cégnek a alkalmazottja ment előttem egy hófehér Mercedes-szel, és a cégnek a kezdő betűi voltak rajta, egy ilyen nagy építőipari cég. És hát az nem az ő autója, csak a főnök a feneke alá tartna. Itt mindenkinek a saját autója, az FLP rendszám, ugye a Forever Living Products-nak a rövidítése, és ez egy egyedi megvásárolt rendszám. Aztán 13. havi fizetés is van. Nagyon sok itt a fiatal, a 13. havi fizetés azt jelenti, régen annól még volt olyan, hogy decemberben még egy havi fizetés megkapott az ember. Most már lassan 12-dik se lesz, úgy sárfárkodnak. Ezt ilyen nagy csekken adják, ezek szimbolikusan nyilván, nem ezzel a csekken kell adni a boltba, ezt csak úgy átadják a színpadon, és átutalják a pénzt. Néhány magyar embernek a csekkén. Például a legfiatalabb hölgy Magyarországon, aki kapott ilyen 13. havi fizetést, Rusák Patrícia, ő 3897 eurót kapott nemrég, plusz áfa nyilván mindenhez. De nézzék meg, közel 70 éves házas pár, vagy már lehet, hogy túl is vannak a 70-en, és nem is egy van ilyen Magyarországon, akik kaptak ilyet, 5327 eurót. Tehát azt szerintem sokan most megelégednének ezzel. Aztán, ahol én éltem, ugye beszéltük róla, hogy Nógrád megyében, nem tudom mennyire tudja, de Magyarország egyik legszegényebb megyéje, nagyon nagy a munkanélküliség, itt volt a legnagyobb 17%-os, tényleg ilyen 70 ezer forint körül keresnek az emberek, elég demoralizált a hangulat, nem túl lelkesek ott az emberek, három család is van, aki kap ilyen 13. havi fizetést, ezt csak azért mondom, hogy körülbelül 15-20 fő, aki Magyarországon kap ilyet. Például Zsidai Renáta, Savó Tarjánból, aki nővérke volt, altató nővér a kórházban, én is éves szinten, illetve az én vezetőim Tóth Sándor és Vanya Edina. Az Edina gyerekkönyvtáros volt, a Sanyi meg Hidász, tehát túl sok köze nincsen a marketinghez sem az egészségügyhöz. Ők most legutóbb egy ilyen 27 ezer eurós csekket kaptak, tehát az már egy komolyabb összeg. Nem sokkolom tovább önöket az összegekkel, de ha hazamegy és meg tudja jegyezni ezt a két nevet, hogy Berkics Miklós és Gidófalvi Attila, Csermez bónusznak írják ezt a 13. havi fizetést. Ha így van, bónusz úgy van írva. Írja be ezt a Google-ben, meg hogy Berkics Miklós és Gidófalvi Attila, érdekes csekkeket fog látni. Nem is merem most megmondani, hogy mit fizet ki itt a cég. Ez 13. havi fizetés, ez nem a forgalomból, hanem a cég profitjából, és Gidófalvi Attila itt rakik 50 kilométerre Nyíregyházán, tehát olyan ember, akit ön bármikor megismerhet. Na, hogyha én most első alkalommal ülnék itt, vendégként hívtak volna el, akkor most annyit foglalnék össze, hogy na jó, ennyi volt a mézes madzag. Na nézzük, hogy mi lesz tovább. Hát ez nem mézes madzag volt, hanem nem tudjuk kiszínezni és lebutítani még jobban ezt az egész dolgot. Ez valóban ilyen jó cég, kérem szépen. De ezt nem fogják ingyen odaadni. Itt is munkát kell befektetni nyilvánvaló, és ettől ilyennek maga legtöbb, hogy munka, jaj, azt mondtad volna, hogy itt is dolgozik, akkor nem érdekel. Hát ez nem szerencsejáték. Ez nagyon jó magyar közmondások vannak erre, hogy tátja a száját, hogy belebújjon a sűrűd valahol, meg segíts magadon Isten, és meg segíts, és szorolhatnám. Ez valóban egy olyan tevékenység, ahova beteszi a munkát szorgalommal, akkor ez meg fog térülni. De kérdezem én, a jelenlegi munkahelyen, ha ön lelkesebben dolgozik, előbb megy egy órával, később megy egy órával, hihetetlen lelkes, ön több pénzt fog keresni? Nem biztos. Ebben a szakmában, ebben a vállalkozásban évről évre meg tudja többszörözni a bevételeit, a jövedelmeit. Hogyan is épül fel ez az egész szisztéma, hogyan lehet itt pénzt keresni? Ugye megfigyelhető az, hogy a világ szinte az egész világon kereskedelemre épült. Ma már a kereskedelemből él majdnem mindenki, valamelyik válfolya, gyártás, szállítmány, ez a saktár, ez minden a kereskedelemhez tartozik, és most már sokkal nagyobb pénz van a kereskedelem, mint a gyártásban. Régen nem így volt, régen inkább a gyártó keresett több pénzt. De van ennek lehetősége, hogy komoly pénzt keresett? Tehát hiába nyit egy kis boltot itt a piac utcán, egy kis cipőboltot vagy egy zöldséges, tehát irodatlan mennyiségű tőkét kell beleinvestálni. És nem biztos, hogy meg fog térülni, sőt, a magyar gazdasági mutatók azt mondják, hogy 5 évig jól kell működni egy vállalkozásnak, hogy a befektetett tőkeinvestáció megtérüljön. A nagy poén meg az, hogy a magyar vállalkozások 85%-a nem éri meg az 5. évet. Egyszerűen csődbe mennek. Ma már én nem biztos, hogy gondolkoznék hagyományos helyhez kötött üzletekhez. A helyhez kötöttség ugye az egyik legnagyobb kötöttség. Hogyan tudna ő nagyban gondolkozni? Hogyan lehet akkor a forgalma, mint egy Tesco-nak, vagy IKEA-nak? Hát én egyszerű emberként büdös életben nem lett volna lehetőség, hogy nyissak egy négy McDonald's-ot, az 100 milliónál kezdődik a franchise-ot.
De a hálózatokban viszont nagyon nagy pénz van. A hálózatot egy egyszerű ember nem tud létrehozni, ha csak nem lesz partnere mondjuk egy olyan cégnek, mint amit mi képviselünk. Hogyan is néz ez ki ma? Én úgy vásárolom, hogy a reklámokból tudomást szerez egy termékről, bevallad a boltba, megveszi, csak az a termék, amíg a gyártótól eljut, irodatlan sok csatornán keresztül megy át, és mindenhol árések kerülnek rá. És egy X összeg az előállítás, és lehet, hogy 10-15-20 szoros akár a végösszeg, és az egyik legnagyobb költség a reklámköltség. Óriási érték van a reklámnak. Tehát nézze meg, hogy mennyibe kerül egy másodperc az RTL Klubon, vagy a TV2-n, vagy bármelyik csatornát sorolhatnám, 104 magyar nyelvű TV csatorna van. Tehát a Coca-Cola mindenhol reklámozza magát. Ugye látják, hogy most milyen kis fogásokat találnak, hogy már nem képli teljesen, bár szerintem eddig se raktak bele annyi. Én néha még imádom a bizó kakaót. Tehát én hányszor sört nem iszok, de bizó kakaót szeretem. Fel vagyok háborodni, amikor kinyitom a bizó kakaót, az biztos, hogy nem fél liter van benne. Tehát annyira kispórolják, hogy hihetetlen. Na most, hogy tudatosan el is mondták, hogy hát nem kapunk két litert, 1,75-öt, bár ez független tőlem, hogy nem iszok kólát. Óriási értéke van a reklámnak, hatalmas értéke. Na most a Forever Living azt mondja, hogy ő nem reklámozza magát az elektronikus médiában és az írott sajtóban, hanem azt a pénzt odaadja azoknak az embereknek, akik elvégzik ezt a munkát. Tehát úgy gondolj bele, hogy nem az RTL-nek, nem a TV2-nek fizetnék ki a Mizó, meg a Tamó, meg az OTP, stb. Pénzt, hanem önnek. Egyébként nem lenne rossz üzlet, hogyha ezek a cégek rájönnének erre, de hála Istennek nem. Hogy úgy szerezne ügyfelet az OTP, mondjuk, hogy adna valami kis százalékot, hogyha hozunk oda. Ez egy brutális lehetőség, csak még nem értik, hála jó Istennek, de van egy-két olyan cég, például a miénk, a Forever Living, ami 37 éve ebből a szisztémában dolgozik. Ez azt jelenti, hogy érdekelté tesszük a fogyasztót a forgalom növelésére. Tehát, hogyha valaki terméket használ, mi tudunk abban segíteni, hogy ingyen legyen neki a termék. Hogyha ő beszél a jó tapasztalatairól másoknak, mert abból forgalom generálódik, és a Forever Living ezért odaadja a reklám jövedelmet, amit ön végzett el. Előre szaladtam a diákat tekintve, hogy részesedik ön abból, ha jelenleg ajánl valamit, mondjuk ajánl egy jó mozifilmet, ajánl egy jó kávézót, egy jó autószerelőt, egy nőgyógyászt, hölgyet, hogy részesedik belőle, hát így, ahogy az ábrán látható. Igénybe veszi a szolgáltatást vagy a terméket az ön ismerőse, és ön gyakorlatilag nagyon komoly részesedést, 0 forintot kap ebből. Ez semmit nem kap, hogy ön ajánl valamit, de ezt nem minden nap végzi. Ön ezt merő jó indulatból végzi. Ajánlja a fodrászát, a kozmetikusát, pénzügyi tanácsadódat, az autószerelődet ajánlunk, de ezért nem kapunk ellen szolgáltatást. Na nézzük meg az újszerű üzleti modellt, ami azt jelenti, hogy a gyártócég és a fogyasztók között nincsenek köztes csatornák, gyakorlatilag rögtön a gyártócégtől tud vásárolni, hiszen a Forever Living-től veszi, aki a gyártócég, így egy kicsit alacsonyabb az ár, nyilvánvaló, a reklámköltség ugyanúgy benne van, ebből nem is csinálunk titkot, ez az, amit ön vissza fog majd kapni, hogyha partnerként együtt működik. Hogyan válik érdekelté? Tételezzük fel jók ezek a termékek. Hát ön még nem tudja, ha most jön itt először, mert messziről jött ember azt mondta, mit akart. Az, hogy nekem volt hasnyálmirigyulladásom, vagy nem. Ő sose tudja meg. De nem volt ott velem. Ez lehet egy jó reklámfogás is. Mondhattam volna azt, és képzeljük, hogy fél lábam volt, kenegettem azzal a krém, hogy kinőtt a lábam. Nézzük már, most milyen jó hely. Ő nem tudja, hogy nekem volt-e hasnyálmirigyulladásom. De ha ön kipróbálja ezeket a termékeket, és önnek jó tapasztalata lesz, akkor azt gondolom, ő meggyőződött arra, hogy ezek a termékek valóban tudják azt, amit. Nyilván ezek nem csodaszerek. Ne gondolja azt, hogy egy kinő a harmadik lábunk, stb. Ezek nem csodaszerek. Ezek a készítmények a hiányokat tudják pótolni, és így van bőven hiány mindenkinek a szervezetében. Na, hogyha önnek jó a termék, meggyőződött arról, hogy ezek az információk hitelesek, akkor ön szerint van arra ráció, hogy elmondja a barátjának, vagy az ismerősének, vagy a rokonának azt, hogy 10 féle gyógyszert a magas vérnyomására, hogy esetleg lehetne itt megoldás. Vagy ha megégett a kisgyerek tegnap, mert magára borította a forró vizet. Ön szerint elmondaná azt, hogy van ez a first, és segítene az égésen? Biztos vagyok benne. De körülbelül ennyi a munka, de ezt egy kicsit szisztematikusabban is lehet végezni, nem várja meg, amíg probléma van, hanem előzetesen elmondja, vagy elhívja ide egy ilyen tájékoztatóra az ismerőseit. Mi fog történni? Hát, mint most önnel is. Valakit ez érdekel, valakit ez nem érdekel. Tehát attól, hogy valaki ide eljön, még nem biztos, hogy vesz terméket. Ez a nyitottságán múlik az, hogy megértette, nyitott emberként ült ide, vagy teljesen zárkozóként, és azt mondja, hogy egy baromság. Hát ez az ő döntése, mi tiszteletben tartjuk mindenkinek a döntését, és nem fogunk utána rohanni senkinek is szkanderozni vele, hogy de igen, mégis.
lesznek emberek viszont, akik azt mondják, hogy húha, én már hallottam az elmúlt 18 évben azért erről a termékcsaládról, meg itt a jelenlévő orvosokat is el, hogy ismeri ön, és tudja, hogy milyen jók ezek a termékek. De jó, hogy végre valaki megszólította, de jó lenne ilyen termék, a papának magas vérnyomás, a mamának izületi probléma, a gyerek állandóan kimegy a levegőre, ráfúj egy kis szellő, már megfázottna az immunrendszer a békafenek alatt van, stb. De jó lenne egy dolog. Vagy ha a hölgyem a kozmetikai termék, vagy bár senkinek nincsen szükség, úgy látom, de ha valaki pár kilót le akarna adni, mondjuk ebből a C9 programból, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fog kiajánlani az ismertség körében, mert ön saját maga tapasztalja ennek a jótékony hatását. Tehát mi fog történni? Lesznek, akik igénybe veszik a terméket, vásárolnak, és a Forever Living ezért önnek becsületesen, tisztességesen elvégzett munka eredményeképpen fizet egy reklámjövedelmet. Hogyan tudja ezt lemérni, hogy önnek köszönhető ez? Hát van egy regisztrációs lap, amikor a személy regisztrál, az ön ismerőse, akkor az ön nevét és az ön kódját is rá kell írni erre a lapra, és bekerül egy informatikai rendszerbe, és innentől kezdve folyamatosan nyomon lehet követni, hogy kin keresztül történt ez a forgalom, és ő mindig kap egy bizonyos reklámjövedelmet. Ennyire egyszerű ez a dolog. Ön bármennyi embernek adhat ilyen klubkártyát. 5-nek, 10-nek, 100-nak, bármennyi embernek. De ebből még nem lesz nagy üzlete. Ebből egy fogyasztói hálózata lesz, lesz belőle pénze, de nem ebből fog sok pénzt keresni, hogy nem ebből lehet nagy hálózatot fölépíteni. Egyik oldalt van egy kínálat, a másik oldalt van egy kereslet. Semmi más dolgunk nincsen, csak összehozni a keresletet a kínálattal. Mert én hiába erőködök neked mondjuk üzleti problémás termékre, vagy terméket, ami segítene ebben, de neked nincsenek üzleti problémáid. Itt nem fog találkozni a kereslet a kínálattal. De te igényes vagy, és azt mondod, hogy szereted a prémium kategóriás személyhigiéniás termékeket, akkor találkozott a kereslet a kínálattal. Tehát ennyire egyszerű az dolog, és létrejön az üzlet. Nem kell lenyomni senkinek a torkán erőfölül a termékeket, meg kell találni a keresletet a kínálattal. Mi a kínálat? Ezt nem fogom most felsorolni, mindenki láthatja a kivetítőn. Sok rétű. A Forever Living mindenre tud megoldást adni. Mindenre tud megoldást adni. Ön szerint van rá kereslet? Ismer olyan embert, akinek van egészségügyi problémája? Költője kérdés. Ismer olyan embert, aki szeretné esetleg, szeretné megelőzni a betegségeket. Mert ez már egy másik szint. Ez már egy másik szint. Ez már az intelligensebb. És hála jó Istennek egyre több ilyen ember van, aki úgy gondolkozik, hogy megelőzni kéne a betegséget, a prevenció. Talán ismer olyan embert, akinek jó jönne, ha még plusz 100 000 forint. Ismer olyan embert, aki úgy érzi, hogy a munkahelyi személyiségfejlődésre nincs lehetőség. Talán ismer olyan embert, akit nem ismernek el, nincs elismerés. Akinek nincs szabad ideje, olyan vállalkozót ismer. Vagy olyat, aki nem volt az elmúlt években nyaralni, de jó lenne menni nyaralni. Tehát mindenre van megoldás, csak a keresletet össze kell hozni a kínálatot. Ennyire egyszerű ez a dolog. Pár gondolatot engedjen meg nekem a forradalmi cégről. Ez a cég, ahogy említettem, a világ legnagyobb cége a saját területén. Nincs nagyobb cég, meg sem közelíti senki ezt a forgalmat és ezt a nagyságot. 37 évvel ezelőtt jött létre, és Rex Moon alapította, hogy nagyon-nagyon sikeres és nagyon gazdag ember volt már akkor Amerikában. Azóta kétszer volt az Egyesült Államokban az év gazdasági szakembere, gazdasági Nobel-díjra is jelölték, illetve több amerikai elnöknek volt tanácsadója, és ő a fia Greg Moon, aki most már irányítja a céget, ő a háttérből végzi a munkáját. Ez Arizonában, Phoenixben található a cégnek az egyik irodaháza. A Forever Living Products cég nem pusztán a Forever termékeknek az előállításával foglalkozik, és gyártásával és forgalmazásával, hanem az egyik legnagyobb ingatlan birodalom is. Forever Livingnek nagyon nagy nemzetközi háttere van, hogy a forgalmat láthatja itt az elmúlt években. Hát a tavalyi évben még az az adat nincs is rajta, de 3 milliárd dollár volt az éves forgalma. Hogy láthatja itt, most már a pontos adat, 165 országban van a Forever Livingnek kirendeltsége, ez 155 régiót jelent, mert vannak olyan régiók, ahol több ország is tartozik. Saját tulajdonú irodaházak, nézze meg milyen épületek, ezek mind saját tulajdon, illetve közel 80 szállodája, üdülője van a Forever Livingnek, csak Dél-Afrikában van 34 nemzeti parkok területén. Tehát olyan háttere van, amit föl se tudunk fogni, hogy milyen tőkeerős cég, ingatlanokba fekteti a profitot. És a magyar üzletről néhány mondat. Ez a cég 1997-ben indította el Magyarországon a leányvállalatát. Dr. Miles Sándor vezetésével, aki egyébként debreceni származású. Vegyész volt, díszdoktori címe van, természetgyógyás, stb. 15 percig lehetne sorolni az érdemeit.
18 éves a cég, az elmúlt hónapban volt a 18. születésnapja ugye a magyar leányvállalatnak is itt, és láthatja, hogy a magyar régió az a volt jugoszláv tagállamokat is föladeli, ahol ezeket a kis rasokat látja, hogy mindenhol kirendeltség és központja van a Forever Livingnek. Ez a budapesti irodaházok most a debreceni kirendeltségben ülünk, ugye, és van egy ingatlan befektetésünk is, ez Nógrád megyében van, a Sziráki kastély, ez egy 4 csillagos szálloda, gyönyörű, önnek a Van Forever kártyája hatalmas kedvezményekkel vehet igénybe a szolgáltatásokat, egy fantasztikus wellness részlege is van, eszméletlen jó az elérdemes oda elmenni, kordő ruhában van, a recepciós is, meg a szobalányok, tényleg visszamegy az ember az időben, gyönyörű az a szálloda. Igazi sikersztori a magyar üzlet, amikor elindult itt Magyarországon, akkor még csak 56 ország volt a világon, aki, ahol lett, vagy volt Forever, és mi lettünk az 56-ok vagy 57-ek. Igazából 56-ok, ugye, akkor 55 ország volt. Olyan embertől kérdezem, aki itt van kezdetektől, és nagyon megtisztelő, hogy a soraink közöttől az a doktornő, aki Magyarországon elsőként regisztrált orvosként a Forever Living céghez, azóta több mint 4000 orvos, ő nem más, mint dr. Kassai Gabriella is itt van a körülben. Bár nem szeretik abban beszélni, mert zavarban van, de az orvosi háttér kérem szépen hihetetlen fontos. Tehát én ezt a első végzettséggel rendelkezem, mit tudom én, hogy ezek a hatóanyagok, meg aminósavak, micsodák, megkérdezem Kassai doktornő, Margit Kácsa többi, hogy ez hogy van, mint van. Én csak ajánlom, én el tudom mondani, a mamámnak volt ilyen magas vérnyomása, és ezt szedte, és akkor jó lett. És mitől? Ha én azt mondom, itt van, átküldök egy anyagot, elolvassa, tehát én sosem játszom az orvosról, a doktor, őt elmondja, kihangosítom, tehát ne féljem attól, hogy nem kell eldoktorálni. Itt használja a terméket, és mondja le jó tapasztalatokat. Szóval a magyar üzlet egy igazi sikersztori volt, mert nagyon rövid időn belül a top 10-be került a magyar régió forgalommal. Most ott tartunk, hogy egy ilyen 50 millió forint körüli napi forgalmunk van, képzelje el munkanapokat tekintve Magyarországon. Jobb napokon valamikor 75 millió forint a forgalmunk naponta ezekből a termékekből. És nem 100 ezer forint egy termék, pár ezer forintos termékekről beszélünk, prémium kategóriás termékek, nem a filléres kategória, de nem is a nagyon drága. A gyógyszerekkel van körülbelül egy állam. Viszont nagyon eltér a hatásmechanizmus a gyógyszerekétől. És hosszú éveken keresztül egyébként a Forever ott volt a top 5-ben, sőt, hosszú évekig a harmadik helyen volt, most is a top 10 környékén vagyunk. Az új világtrend az azt jelenti, hogy biztos hallottam már ezt a szót, hogy wellness. Ugye a wellness az egy egészségmegőrzés helyreállítás jelent, az nem csak egy szálloda, hanem a wellness iparág ma már, én azt gondolom, hogy egy olyan trend, hogyha bekapcsolja a televíziót, mindenhol azt hallja, hogy egészséges életmód, táplálkozásra odafigyelni, folyamatosan minden fontossága, mozgás, műsorok vannak, minden harmadik reklám valami táplálék kiegészítő, ilyen cetebe, ilyen prosta, ilyen aktív, meg nem tudom is az a UFO lakocskák, vagy marsakocskák, vagy nem tudom mik vannak a reklámokban. Ma már nem egy olyan dolog a táplálék kiegészítő, amiről órákat kéne mesélni, hanem minden család tudja, hogy valamivel ki kéne egészíteni. A Parizel, meg a Nokedmi nem annyira tartalmazza, hogy bele neked ásványanyagokat, vitaminokat. Hogyha ön úgy érzi, hogy teljesen egészségesen él, hát szerintem érdemes átnézni a táplálkozását. Amiről beszéltem, nagyon-nagyon sok orvos van a háttérben, aki segíti a munkánkat, és hogy miért van szükség, még visszamegyek egy diát, ha sikerült, miért van szükség táplálék kiegészítőkre? Hát, hogyha megnézi a reggelit, a vacsorát, meg az ebédet közben, amit ön elfogyaszt, és egy kicsit átgondolja józan paraszti észre, most nem kell tudományosan, hogy jelenleg hogy néz ki az élelmiszeripar, a gyártóipar, minél olcsóbban előállítani valamit, és minél nagyobb haszonnal eladni. És erről szól a világ. És az élelmiszereknek nevezik ezt. Az, hogy önnek ettől ilyen baj van, meg olyan baj, az senkit nem érdekel, csak brutál nagy haszon legyen a háttérben. Ön nem, tehát hogyha ön csak egy átlag ember, mint én, de biztos, hogy nem átlag ember átlagon felül, de egy átlag ember, csak bementem, ettem egy kis reggelit, egy kis ebéd, egy kis vacsora, és nem foglalkoztam azzal, hogy abban legyenek természetes alapú dolgok, legyen zöldség, gyümölcs, és így tovább. Egyre csak felborult az embernek a szervezet működése, a kiválasztórendszer, az immunrendszer, stb. Ezekhez nyomelemek kellenének, ásványi anyagok, vitaminok, és sorolhatnánk még. Nem tartalmazza sajnos a táplálkozásunk. Ezt tudja, mit tartalmaz? Evető származékokat, térfogat növelő szereket. Van egy marha jó műsor, ez a lábondásnak erről a térfogat növelni. Minek a térfogatot növelni? Tehát sorolhatnám még. Tehát egyszerűen hihetetlen, ha ebbe egy kicsit jobban belenéz az ember, nagyon megválogatja, hogy mit teszik. De azt mondják az orvosok,
Ma már nem lehet egészségesen élni nagyon táplálék kiegészítő nélkül. Nem nagyon. Tehát ő nem tudja bevinni. Tehát nem tudja. Én a gyerekemnek nem tudom beadagolni a brokkoli. Ennek nem eszi meg a spenótot. Nem. Gyümölcsök is nagyon ritkán. De 14 éve, 13 éve eszi a kicce, és 20 éve zöldség egy gyümölcsöt visz be. Nincsen szépet problémája, nincsen fáradékonyság és sorolhatnám. És ezt el tudom mondani, és az én környezetemben az ismerősök, azok látják, hogy a gyerek nem beteg, és kéri, stb. Stb. Táplálék kiegészítőnek igenis nagyon nagy létjogosultsága van. Ezeket csak átfutom, tehát most nagyon telesokos leszek. Egy-egy mondat mindenről, nincs idő. A Forever Living alapterméke az aloe vera italok. Táplál, harmonizál, nyugtatja a szervezetet, egy egyensúlyterem, energiát ad. Igazából azt mondhatom, hogy több mint 200 féle mikromakroelem található ugye az aloe vera gélben. Ez a háromféle segít ebben, a negyedik, ez ízületi problémák esetén tud segíteni, szerves kémvegyületek tartalma miatt. Aztán van olyan készítmény, ami az immunrendszert erősíti, a probiotikus készítmény, amiben 6 féle élő baktérium található, 4 féle bifidus essensis, 2 féle laktobacillus. Van olyan készítmény, ami daganatos problémák megelőzésénél játszik óriási szerepet az antioxidáns hatása miatt, az immunrendszer erősítése, az immunbet és az eliminácia. Hangsúlyozom, nem csodaszerek, nem gyógyítják az ember, egyszerűen hiányokat pótolják. És nézze csak meg mennyi tabletta, mennyi kapszula. Tehát minden termékben egy fél órát legalább úgy lehetne beszélni, hogy az ember ne ismétne jön magát. Tényleg csak érintőlegesen néhány gondolat a termékekről. Van olyan, hogy csont problémák esetén tud segíteni, férfi-női probléma, szem probléma, kicsi a élénkítő, ahogy említettem, immunerősítő, anyagcsere probléma, cukor probléma, gyerekvitamin, érrendszeri problémáknál tudja javítani az érrendszer. Ha valaki folytni szeretne, komplet méhészeti termékek, természetes antibiotikum, ezt a szót nyilván idézőjelbe véve, aztán a csontozat, ahogy említettem, antioxidáns tartalmú készítmény, szexuális vágyat fokoz, hölgyeknél, uraknál, C-vitamin, a legfontosabb vitamin, amit nem tudjuk sem előállítani, sem tárolni, A-bétakér, hajbőrkörön probléma. Tehát ez nem mondom, telesokos leszek, mert erről egy szót mondani, tényleg tiszteletlenség, de erre nincs most idő, mert egy fél órát kéne legalább a hatásmechanizmusról mesélni. Aztán az üzleti közti folyadékot pótolja vissza ez a készítmény, fokhagymag, abszolút vérnyomásszabályzó, aztán szintén immunerősítő. És két terméket hagy emeljek. Egyébként van energia, itt amit nagyon-nagyon szeretem, bevallom őszintén, kávét sose ittam, de amíg a Forever-nél nem jelent meg az energiaital, én néha egy ilyen vörös bikát megújítottam, és annyira örülök, amikor megjelent a Forever az egészséges energia, tehát a világon ennek van egyedül fósen minősítése, tehát olyan energiaital, ami olyan minősítésekkel rendelkezik, amivel soha nem fog energiaital, természetes alapú, és nem okoz problémát. Ott ellenkezőleg csak jó dolgok vannak benne, van egy cukormentes is, én ezt a pirosat szeretem, de nem erről akarok beszélni két termékről, az egyik a Cardio Herbs. Nagyon-nagyon sok olyan tapasztalatom volt az elmúlt 11 néhány évben, családtagok, baráti körömben 30 és 50-es korosztály között infarktus. Volt egy bírósági végrehajtó barátom, 35 éves, jött az a Pestről, szúrt a szívvel, megállt a parkolóba és meghalt. Sportoló volt. Kigyúrt jó barátom volt. És sorolhatnám még ezeket. Tehát most nem a 60 fölötti korosztályról beszélek pusztán, hanem a 30 és 50 között. Annyira fölgyorsult a világ, olyan stresszes életet élünk, és közben Q10 meg nincs a szervezetben. A Cardio Herbs 80 mg Q10-et tartalmaz, és folyadékban oldódik fel, ez a legjobb formája annak, hogy fel is szívódjon. Kérem szépen, ennek a terméknek a fogyasztása akár 70%-kal tudja csökkenteni az infarktus kialakulásának a veszélyét. Ennek a tartós fogyasztása. Tehát ezt jó, ha tudjuk mi is, meg a környezetünkben minél több embernek elmondjuk. Mint amikor jön az SMS vagy a hír, vagy a gyászjelentés. Aztán egy másik termékről muszáj mondatot mondani, ez az RG Plus. Egy Nobel-díjas felfedezésnek az eredménye. 98-ban 3 orvos kapta a Nobel-díjat megosztva, az L-Argin nevű aminósav felfedezésért kapták. Ez a professzor a mi cégünknél háttérbe tevékenykedik, és ennek az eredménye az RG Plus, így néz ki élőben, itt láthatja a két gél között, egy kis kanálban benne, vízbe bele kell rakni, és meginni. De gyakorlatilag, akik ezt használják, azt mondják, arról számolnak be, hogy több energiája van, jobban érzi magát, jobb a teljesítménye,
és hát nem utolsó sorban a teljes érrendszert kordában tudja tartani. Állítólag azt mondják, ebben nekem nincs tapasztalatom már olyan értelemben, hogy nincs még úgymond rá szükség, de azt mondják, hogy potenciáljavító hatása is van ennek az algyinak, úgyhogy a környezetükben csak ajánlják. Ez tényleg egy olyan termék, hogyha valaki ezt kipróbálja, a 30 nap elteltével jön a hívás, hogy figyelj, hozzad nekem, mert sokkal jobban voltam, sokkal jobban éreztem. Na jó, látom, most már vidám vannak itt a potenciáltatban is. Nem? A Forever Living pontosan tudja azt, hogy mi lesz a trend. Természetgyógyászat, biztos hallott már arról, hogy nem pusztán a kemikáliás gyógyszereké a jövő, a természetgyógyászat, stb. És az illóolajokról lehet, hogy hallott. Mind aromaterápiaként, mind bőrön keresztül, esetleg korábban. Ezek az illóolajok most jelentek meg a cégnél, már lehet kapni. Kérje róla a tájékoztatót, tájékozódjon zseniális termékek, sok mindenbe fog tudni majd önnek is segíteni. Aztán, amiről beszéltem, nagyon sokan szeretnének egy kicsit jobban kinézni, néhány kilótól megszabadulni. Sokunknak van tapasztalat, nekem is most az elmúlt időszakban néhány kiló leszabadt, ez a Clean 9 programnak köszönhető, ez a doboz, ami látható a kis virág mögött, ott fönt ez a lilás, ez a C9, ez néhány terméket tartalmaz, és van benne egy füzet, ami irányítottá teszi az ön 9 napját, folyadékbevitel tekintetében, kalóriabevitel tekintetében egy kis testmozgást, hát azzal tapasztalatom, hogy 3-6 kiló közötti szaladt le. Azért 3-6 kiló, mert nyilván egy testesebben bennél több, egy vékonyabbnál esetleg, vagy nem olyan túlsírosnál kevesebb, de nem csak ez a lényeg, ez nem egy fogyókúra, ez egy tisztító, méregtelenítő program. Tehát tisztítja és méregtelenti a szervezetét, és 9 nap alatt rá fog jönni arra, hogy sokkal kevesebb bevitt kalória is elég, ahhoz, hogy a szervezete jól működjön, és 9 nap után lehet, hogy nem fogja abba hagyni. Mindig szoktunk ilyen előtte-utána képet kérni, hogy fotózza le, amikor elkezdi. Nyilván mérni kell, le kell mérni a mell, csípő, derék, kar, comb, van egy nagyon jó kis füzet. Magáért vesz, 1000 szónál többet érez, amikor látják. És hogy jön most egy kis tanács, ha gondolkodik hálózatépítésben, vagy egy kis együttműködésben, akkor gyorsan vegye meg a C9-et, mérje le az adatokat, csináljon egy fényképet magáról, egy olyan ruhát vegyen, ami egy kicsit úgy feszül is, hogy látszódjonak azok a domburulatokat mindenhol, és 9 nap tartsa be, ami benne van, ne ijedje meg, tehát nem veszélyes. Tehát abszolút kibírható, nem lesz nagyon éhes, nem lesz enervált, nem lesz fáradékony ingerő, zseniális program, és 9 nap múlva csináljon egy újabb képet magáról. Gondolom, hogy is rajta van a Facebookon, aki nincs Facebookon, az már nem is létezik. A idővonalára tegye ki a before előtte-utána képet, így egymás mellé, tegye ki, és következőt írja oda. Eszméletlen jól érzem, persze, ha igaz. Eszméletlen jól érzem magam, 9 nap tisztító méregtelenítő program, lement ennyi kiló, csípőből ennyi, egy nadrágban kisebbet tudtam fölvenni, ahány nagyon jól érzem magam. Semmi, hogy vegyen valaki, vagy ajánlja. 2 napon belül körülbelül egy olyan 3-6 ember fog jelentkezni és megrendelni. Hát az emberek szeretnének jobban kinézni, és önnek már ilyen volt. De most csak mondtam egy kis javaslatot. De rá fog jönni arra, hogy nem érdemes abba hagyni. Vérszemet kap, és érezni fogja a sikert. És azt mondja, hogy ezt én akarom tovább, én még többet akarok lefogyni, akkor a Fit 1 és a Fit 2, ez már egy 30 napos program, na erről is brutál jó képeink vannak, egy döbbenetes változáson megy keresztül a test. Nyilván a Fit 1-nél már egy komolyabb súlycsökkenés, egy táplálkozási szokás kialakítás, és ott már egy nagyon komoly alapformálás alakul ki a Fit 2-nél. A Vitál 5 program az 5 legfontosabb tápladék kiegészítőt tartalmazza, most egy nagyon nagy akcióban van itt ez a cégnél, plusz 15 000 forint ajándék van hozzá termékben. Az 5 legfontosabb termék. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nekem egyem a rizsa nem érdekel, én egészséges akarok lenni, mert nem akarom földobni a macskát, minket, Vitál 5-öt vegye meg, és használja ezeket a termékeket. Aztán, nyomorom, lépés, személyi higiénia. Tehát ez mindenkinek a fürdőszobája volt, van a fogkrém, a demo is sorolhatná. Most erre egy szót nem fog szólni, maximum csak a Firstről. A First azt lehet, hogy már ismeri, hogy hallott róla, az egyik legismertebb termék a Forever Livingnek. Sebekre, vérzősebbre, vágott sebbre, égett sebbre ráfújjuk, nagyon-nagyon gyorsan fog begyógyulni. Egy ötöd idő alatt begyógyul a seb, mint hogyha ezt nem használnál. Torokba lehet, minden testnyílásban nyugodtan használhatják. Nagyon-nagyon jó ez a termék, de minden termékre mondom, hogy órát lehet mesélni, nézzék el, nekem most nincs erre idő. Van egy univerzális tisztítószer, a Forever Living-nél, amiben nincsen vegyi anyag, de lecserélheti a mosószer, tehát a mosókort, a foltisztítót és a mosogatószert is. Aztán
van két készlet, ami segít egy kicsit a bőrünk fiatalságában, vagy fiatalításában, akinek szüksége van rá. Ez a Fleur de Jouvence készlet, ez egy fél éves kezelés lesz lehetővé, nagyon-nagyon szépen kisimítja a ráncokat, akinek szüksége van. Ez meg egy mindennapra használatos skincare kollekció, táplálja a bőr, imádják a hölgyek, imádják. És hát vannak különböző dekorkozmetikai termékek, hát ezt a tus, jól mondom, hogy most meg tus, olyan hennát lehet vele csinálni, hogy eszméletlen. Tehát ezt a csajok úgy várták esküszön, mikor megjelent, mintha mi valami Porsche-t kaptuk volna fiú. El volt a kájó, hogy ez végre megjelent, mert ez egy pár napja kapható egyébként a Forever Living-nél, imádják. De teljes dekorkozmetikai, a szemhiányékolótól a BB-krém, a púder és a világító szájfény, miközben minden van, már nem világít az szájjal, van egy gomb, és akkor sötét is lehet. Most erre nem vagyok hiteles, hogy meséljek. A lényeg az, hogy 300 terméke van a Forever Living-nek. Ebből kb. 50 táplálék kiegészítő, ugyanennyi személyigényes az összes többi kozmetikai termék. Prémium kategóriás termékek, miben különbözik egy boltban kapható és e között, nincsen bennük vegyi anyag, nincsen bennük kemikália, természetes alapú termékek. Én azt gondolom, hogy érdemes kipróbálni ezeket a készítményeket, és hogyha tetszik, akkor használja továbbra is és ajánlja másoknak. Olyan szertifikációkkal, bizonyítványokkal rendelkezik, amire más cégek csak vágynak. Bevonom őszintén, egyiket sem ismertem, tehát fogalmam sem volt, mi az a dermateszt minősítés. Tehát fogalmam sem volt, mi az a nemzetközi alulajtudományos megmutató, a doping, az mit jelent, hogy bevetetik valakivel és gyorsabb, azt nem tudtam. Az a lényeg, hogy jó, ha tudja, nem rendelkezik ilyen szertifikációkkal szinte egy cég sem. Tehát döbbenet, amit a Forever Living elismerést kap. Na nézzük, hogy lehet ebből üzletet építeni. Hát nem úgy, hogy a hónap reggel 10 órától, vagy nem is tudom, mikor nyit a lakán, bejön ide 6 millió forinttal, megvesz egy csomó terméket, és nyit egy üzletet. És kirakja, hogy nyitva, és akkor árulja, mert ez a hagyományos kereskedelem. Ettől sokkal egyszerűbb, és sokkal költséghatékonyabb itt mondjuk pénzt keresni. Semmi más dolga nincsen, csak vásároljon néhány terméket, és használja ezeket a készítményeket. Hogy is néz ez ki? Ma már én azt gondolom, hogy a táplálék kiegészítők, ahogy említettem, nem ördögtől a dolgok, hiszen tudjuk azt, hogy érdemes valamivel pótolni a szervezetben a hiányokat. Én ezeket a készítményeket beolom, és őszintén nem ismerem, csak hallom, hogy léteznek. Én ezeket ismerem, és ezekről vagyok meggyőződve, hogy 100% igaz, amit az orvosok elmondanak, és itt a tapasztalat a leglényegesebb. Használjon is ezeket a termékeket, amennyit csak tud, meg a családon belül, ajánlja, és hogyha megvan elégedve a termék hatásmechanizmusával, akkor ajánljon igen több embernek. A személyigénye szintén egy olyan dolog, ami nem plusz kiadás. Ezt minden héten vagy minden hónapban, attól függően beszélünk el, hogy meg kell vennie. Most fogad, most hajat, stb. Stb. Ezek a készítmények is biztos, hogy jók lehetnek, nem tudom. De azt tudom, hogy a benne lévő különböző vegyi anyagoktól világít a hajunk, meg tönkre megy az immunrendszerünk, meg allergia, meg sorolhatnám még. Ezek a készítmények viszont teljesen természetes alapú termékek. Használjon minél többet, cserélje le a fürdőszobában azokat a jelenleg használatos dolgokat, és megvan vele elégedve, akkor használja tovább bőrből is, és ajánlja másoknak. Na, hogy kezdődik az üzlet? Először is legyen tagja, 3 percben, először is legyen tagja a Forever Living-nek, legyen egy ilyen klubkártyája. Ehhez úgy tud hozzájutni, hogyha kitölt egy ilyen regisztrációs lapot, vagy online beregisztrál nyilván, 55 euró plusz áfa a minimális vásárlás, ez kb. 20-22 ezer forint árfolyamtól függ. Kiválogatja, hogy milyen termékekre van szükség, vesz egy klubkártyáját, azon egy kódszám, meg az ön neve. Innentől kezdve saját néven tudja megvásárolni a termékeket. Hogyan tud együttműködni a céggel? Adjuk át az információt, tapasztalatot, azaz végezzük el a reklám munkát, a reklám tevékenységet. Nagyon jó hír, hogy még ezt csak önnek kell elvégezni, de mindig eljön ide majd különböző napokon, és elhoz ide vendégeket. És látja, ki áll ide ő helyett valaki, aki elmondja azt, hogy ez a cég hogy épül fel, milyen termékek vannak, és hogy lehetne ebből pénzt keresni. Ő meg kényelmesen csak hátradől, hoz magával egy csomó vendéget, és ennyi az üzlet. Föl kell kelteni az érdeklődését az ismerősének, ezt beszéljék át, hogy ennek mi a folyamata. Mi fog történni? Hát számítson arra, hogy mindenkit nem érdekel ez a termék, meg az üzlet. Tehát ez törvényszerű, tehát nem mindenki a Molnár akkor, valaki az ÖMV-nél, azért a Molnár nem zárja be a bunkit. A Budapest Bank nem zárja be a bankot, mert az OTP-be is mennek egy csomóan. Tehát így kerek a világ, minden rendben van. Semmi baj ezzel, lesznek, akik azt mondják, hogy nem köszönöm. De rengetegen lesznek, akik azt mondják, hogy igen, nekem szükségem van ilyen termékre. Rengetegen, higgy el. Ők a Forever Living-től fogják megvásárolni, és nem öntől. Tehát ön ne ügynök legyen, ne kereskedő legyen, ön gyakorlatilag a Forever Living üzleti partner legyen, és a reklám munkát végezze. És az az illető a Forever-től vegye meg, és saját nevére kapja a számlát. Ez rettentő fontos dolog.
és ön ezért kap egy árést. Ez az árés 15%, ez egy minimális vásárlás esetén kb. 4000 forint. Önnek van 15-20 vásárlója, ön már gyakorlatilag és az egész családja teljesen ingyen használja ezeket a termékeket. Nézzük is meg itt egy példát, mondjuk van 5 család az ön környezetében, aki használ ilyen termékeket, ez önnek 20-30 ezer forint plusz jól lenne. Semmi más nem csinál, csak vagy fölhívta, vagy személyesen beszélgetett velük, és ajánlotta a termékeket. Ők beregisztráltak, csak mindig ön kapja az árést, tisztességesen, becsületesen. Ez az árés ugyanaz, amit a Coca-Cola az RTL Groupnak fizet, meg a Blicknek, meg az Origónak. Amit az OTP kifizet az óriás plakátos cégnek, ez ugyanaz. Csak ezt nem annak fogja fizetni a Forever Living, nem a rádiónak, nem a tévének, meg nem a hírportálnak, hanem önnek. Mert ön végezte el a munkát. Ennyire egyszerű, ez nem bonyolult ez az egész dolog. Csak szisztematikus munkát vigyen bele. Ez havonta is komoly összeg, de éves szinten is akár. Ön előre fog valószínűleg lépni egy második szintre, ezt már munkatársi szintnek hívjuk, vagy csoportvezető helyettesnek. Különböző pontértékek vannak itt a termékeknek, egy bizonyos pontszámot el kell érni, most ebben nem megyek bele, mert biztos belebonyolódnánk, vagy nem érti első körbe. Az a lényeg, hogy ön egy szintet lép, akkor önnek már a forgalomból 15%-os kedvezményt kap, tehát olcsóbb lesz a termék, ön már nagy keráron kapja, plusz a forgalomból még 5%-ot visszakap, és a vásárlók után továbbra is kapja 15%-os árést. Tehát érdemes egy szinten feljebb lépni, mi kell lehoz ehhez? Hát körülbelül egy olyan 150 ezer forintos forgalmat kell generálni. De erre nem egy hónapja van, hanem forever azt mondja, hogy akár 2 hónap összeadó forgalmával is elérheti, össze is gyűjtögetheti. Ön, ha ezt a szintet egyszer eléri, akkor ez örökre szól. Soha nem tud visszaesni, ezt ön már elérte, illetve ez mindig olcsóba tenni. Az esetek nagy részében nem összegyűjtögetik az emberek, hogy egy ilyen dobozt vásárolnak, ez 35 darab terméket tartalmaz, összességében több mint 200 ezer forint egyébként, ami benne van, de 30% kedvezménnyel veheti meg, tehát kb. 151 néhány ezer forint árfolyamtól függ. Ez nem kötelező, ez csak egy lehetőség arra, hogy ott dinamikusabban induljon, egy lendületet kapjon az üzlete. Na nézzük meg, vagy így, vagy úgy eléri ezt a második szintet. Semmi más dolga nincsen, csak a kapcsolat rendszerét tájékoztatni a cég és a termék létezőséről. Föl kell őket hívni, önnek van a telefonjában egy névjegyzék, a Facebookon van egy ismeretségköre, semmi más dolga nincsen, csak megkeresni ezeket az embereket telefonon, vagy személyesen, vagy cseten keresztül, föl kell tenni az érdeklődést, és elhívni egy ilyen előadásra, vagy egy személyes beszélgetésre egy kávézóban, vagy az ön nappaliába összehívni néhány embert, ahol egy családi tájékoztatót tartunk, és tájékoztatja az ön vezetője, az ön ismertség körét a Forever Living termékeiről és üzleti lehetőségről. Eredmény, sokatszor mondom, van, akit ez nem érdekel, sem probléma, tiszteletbe tartjuk az ő döntésüket, megköszönjük az időket és a türelmüket, és elköszönök tőlük, pontosan tudjuk, hogy vissza fognak jönni, mert az idő nekünk dolgozik. De ezt nem mondjuk így el nekik, mert az ironikus lenne, de mi tudjuk. Ki fog alakulni egy kis vásárlói kör az ön környezetében? Ez egy 5-10 ember az első időszakban, ez nem sok. De azt kell mondjam, mi nem a vásárlókat keresünk. Tehát a pénzről, üzletről beszélünk, mi nem a vásárlókat keresünk, a vásárlók megtalálása egy automatikus folyamat ennek az üzletépítésnek, plusz az ön jóindulatú ajánlásának az eredménye, hogy önnek lesz egy vásárlói kör. Ha bizniszről beszélünk, ha üzletet akar építeni, ha több százezer forintot akar keresni, akkor munkatársakat keresünk az ő környezetében. Egy-két olyan értelmes, intelligens ember, aki megérti ennek a koncepciónak a lényegét, és szeretne pénzt keresni. Mondjuk az első körben keresünk 3 ilyen értelmes embert, ez bármennyi lehet, most csak egy példát vázolok föl. Biztos van 3 olyan ember, akinek jól jönne 100 ezer forint, nem? Az ön környezetében. Hívjuk fel, mutassuk meg neki, és majd ők el fogják dönteni, hogy ők lesznek azok, akiket mi keresünk. Regisztrálnak a Foreverhez önön keresztül, mindig az ön forgalmát növelik, önnél kumulálódik a forgalom, és együtt működik önnel és velünk. Ez azt jelenti, hogy jövő héten már nem csak ön hoz ide vendégeket, hanem az ön munkatársa is. A Béla is, a Gizi, meg a Kriszti is hoz 3-4 embert. És egy órában nem csak az ön ismerősei vannak tájékoztatva, hanem az ön egész csapata. Mi lesz az eredmény? Hát körülöttük is ki fog alakulni egy pici vásárlói kör. Nem nagy, egy pár ember, 5-10 ember. De mivel önnél adódik össze a forgalom, ezért ön nagy valószínűséggel 2 hónap alatt el fogja érni a következő szintet, amit angolul supervisornak hívunk, magyarul csoportvezető, ahol már 8%-ot kap vissza a forgalomból, és ha ezt augusztus végéig éri el, most van június, nem tudom, 6-a, még van 2,5 hónapunk, nagyon lazán meg tudja érni. Ha még be se lépett, még akkor is, ha belépett ez rosszul, ha még nem is regisztrált, akkor is el tudja érni. Egy hónap alatt, már a hótékre 3 hét alatt érte ezt a szintet.
ezt augusztus végéig eléri, kap egy Horvátországi utalmat a Forecsbe. Én biztos nem hagynám ki az önejébe. Nem tudom, mikor volt utoljára a tengernél, vagy volt-e, hát úgy, hogy nem kell önnek fizetni. Mint egy király úgy érzi magát, vagy királyra. Ne hagyd meg itt. Most közel 5000-re veszünk ezen a rendezvényen, képzelje. Döbbenet, ami most lesz. Európa legnagyobb kézilabda csarnokába lesz megrendezve ezt a rendezvényt. Fú, a kirázza hideg, ami már résztetek, már kiszivárogtak, hogy mi lesz a uram, atyám. Ne hagyja ki ezt a szintlépést. És ha ezt eléri, nem tud visszaesni soha. Ez pipa. Ez forever. Ez magyarul annyit jelent, hogy örökre. Ezt ön már teljesítette. Innentől kezdve egy csoportvezető, van egy kis csoportja, és higgyel nekem, minden tud. Ahhoz, hogy ön menedzser legyen, vagy még magasabb szintre lépjen, már minden tud. Mert ha ön egyszer a szupervájzori szintet elérte, akkor az a tudás bőven elég ahhoz, hogy ön menedzser legyen. Semmi más dolga nincsen innentől kezdve, csak segítsen néhány munkatársának abban, hogy ők is elérjék ezt a szupervájzori szintet. Sőt, azt mondom, ne csak ön jöjjön Polecsbe, most még két-három embernek tudna segíteni abban, hogy ők is eljöjjenek ilyen jutalomra, higgyel. Akivel holnap fog beszélni, vagy aki most itt ül. Vagy akivel holnap után, vagy akivel júliusban találkozik. Még olyan is lesz, aki augusztusban regisztrál és megcsinálja abban a hónapban, higgyel. Ebbe gondolkozzon, nagyba gondolkozzon, legyen hite. Legyen hite, hogy bármit el lehet érni, higgyel, hogy bármit el lehet érni. Ha segít két embernek, hogy ők is szupervájzorok legyenek, hogy hát egy kis struktúrát létrehozunk. Most az, hogy három ember van itt, most pont ennyit raktam oda, de lehet öt, meg kettő, bármennyi. Ő is szupervájzor, a Béla, meg a Kriszti is. Keres ő is 100-120 ezer. Augusztus végén teljesítette, elérte a szupervájzori szintet, de önnek már olyan forgalma van két hónap alatt, hogy ön meg már igazgató helyettes lesz. Assistant manager angolul, már 13%-ot kap vissza a forgalom, hogy nyilván olcsóbb a termék, meg az ár is kapja vásárlóknak. Itt már egy középvezetői fizetésről beszélünk. De itt már egy 2-300 forint akár. Ezen a szupervájzori szinten itt már egy ilyen magyar átlag, de nem azt mondom, ilyen tóliget, vagy ilyen 80-150 között. 80. Nekem volt, hogy mutatott, hogy 250 ezer keresek. Tehát én 80-150, átlagosan inkább ilyen 100 ezer lazán megkeresek. Heti 10-12 óra. Heti 10-12 óra. Tehát mennyit dolgoznak az emberek a munkahelyen? Egy nap, 8-10 órát. A heti 10-12 óra az ilyen munkanapokat tekintve ilyen 2 óra körülbelül, meg itt is hétvégig. Amikor azt mondják nekem, hogy jaj, igen, de sokat kell dolgozni. Hát ez azokkal szemben tiszteletlenség, akik valóban sokat dolgoznak, aki a buszkormány mögött ül egész nap, aki a Tesco-ba ül a pénztárgép mögött, aki a gyárban éppen, és sorolhatnám mi. Itt nem kell sokat dolgozni. Itt hatékonyan kell inkább dolgozni, meg szorgalmasan, intelligensen. Ezt a szintet, amikor eléri, pipa örökre szólt. Hogyan lehet menedzser, hogyan érheti az igazgatói szintet? Hát mondjuk egy példa, egy ideális példa, három ilyen csoportja legyen. Segítsen három embernek, hogy szupervájzor legyen. De lehet kettőnek segíteni, erősebb fordulón, vagy ötnek kisebb fordulón, az csak egy példa. Ha önnek ez a struktúra létrejön, akkor ön eléri valószínűleg a pontforgalommal két hónap alatt a menedzseri szintet, igazgatói szintet, és itt már egy 18%-ot kap vissza a forgalomból. Hát itt már inkább azt mondom, 300 ezer forint fölött átlagosan egy jó 500 ezer forintot itt keresnek a munkatársak. Nekem több olyan munkatársam van, akinek 7 számjegyű jövedelme van ezen a szinten. Milliós jövedelme. Érzelje? És nem hat diplomás emberekről beszélve. Az egyik legsikeresebb munkatársam egy takarítónő, aki 4 éve takarítónő volt. Nulla végzettséggel, nulla önbizalommal. Csak jó ez a cég, és egy hatékony szolgálatos munkát fektetett be. Na ez engem felizgatott, amikor én meghallgattam ezt a tájékoztatót, hogy de jó lenne így pénzt keresni és felépíteni egy ilyen hálózatot, de még jobban felcsigázott az, ami most jön. Ez a passzív jövedelem, a jogvédelmi jövedelem. Amikor ön menedzser lesz, és segít majd valakinek, hogy ő is eléri ezt a menedzseri szintet. Akkor a Forever Living ugyanarra a szintre helyezi, mint ön, nincs önök között már százalék különbség, és azt mondja, hogy ön 6%-át ennek az embernek a forgalmából minden hónapban megkapja, addig, amíg ön él. És ha önnel, ne adj Isten, valamikor valami történne, akkor ezt a gyerekei örök. Egy jól működő igazgatói csoport esetén kb. 3 millió forintos forgalom van egy hónap, az annak a 6% egy jó 180 ezer fizetésért felül. Viszont azért lehet sok pénzt keresni, mert bármennyi embernek segíthet, hogy menedzser legyen. Nem egynek, kérem szépen. Bármennyinek. Mikor ezt meghallottam, szóltam, na jó, van, ilyen nincs. Ezt úgyse hiszem el, mert
ami ennyire jó, meg ennyire szuper, meg igazságos, meg tisztességes, az olyan messzire került el engem mindig. De nem kellett túl sok idő ahhoz, hogy meggyőződjek róla, saját magam keresztül, hogy ezt mind kifizetik a jogdíjakat. Mindent. És még ön apa is érdekel, hogy az önmenedzserének legyen menedzsere, mert annak ön még a 3%-át és a harmadik generációs menedzserének a forgalmának a 2%-át ön fogja megkapni. Ez azért van, mert az ön érdeme az, hogy a Kriszti bejött ebben az üzletbe. És ha Kriszti nem lenne, akkor a Béla sem lenne, meg az Ita sem. És a Forever azt mondja, hogy ő még ezt is meghálálja, nincs titok, ha ezt összeadja, meg a 18%-ot, az pontosan 29%. Forever még 29%-ot beépít a nagy kerárba, na ez az, amit az RTL, meg a Coca-Cola kifizet a TV2-nek, vagy bocsánat, a Coca-Cola kifizet a TV2-nek, meg az RTL Clubnak, meg az Origónak. A Forever Living azt mondja, hogy ő nem ezeknek fizeti, hanem azoknak az embereknek, akik ezt a forgalmat generálták. Ön a nullából egy olyan üzletet tud felépíteni, amit most még el sem tud képzelni, el sem mer képzelni. Higgy el nekem, tudom, miről beszélek. Egy csorik resztergális végzettségem van, egy 800 lakosú faluban laktam, ahol rágják a küszöböt az emberek. És semmi más nem csináltam, csak embereknek naponta mondtam azt, hogy figyelj, itt a Forever. Elküldtek a francba sokan, meg ő nem vesz semmit, meg stb. De regisztrált 200 ember 13 év alatt, mondjuk ez nem sok. 200 ember beregisztrált, ebből lett 6 menedzser. Az egész hálózatban van 30 menedzser, 15 országban van forgalom. Tehát ez higgyen, ön el sem tudja még képzelni azt, hogy mekkora üzletet tud létrehozni az ön döntésének köszönhetően. És ha megvan a döntés, akkor bele kell tenni a szorgalmas munkát, attól függ, mennyire éhes. Mert van olyan menedzserem, aki nem tud évek óta keres 300 ezeret, és nem akar tovább lépni ki az elég. Én meg nem cseszegetem, mert én senki nem vagyok a főnöke. És itt nincsenek főnökök. Tudja, hol van a főnök a vasúton? A főnök meg az indiánoknál. A törzsfőnök meg az állomásfőnök. Itt mi vezetők vagyunk, akik tanácsot tud adni a munkatársának. Tanácsot a tapasztalatok alapján. Nem tudom, mennyire szimpatikus ez a jogdíj, engem nagyon izgatott annak idején. Ja, de nem attól lesz ön sikeres, hogy mennyi idő telik el a regisztráció meg a jelen között. Mert nekem van olyan ismerős, aki azt mondja, hogy a fél évben nem vagyok az üzletben, ez nem is működik. Hát drága életem, működik, csak abban a fél évben nem történt semmi. Nem az idő eltelése fogja meghatározni az ön eredményét, az ön sikerét, a befektetett munka fogja meghatározni, de nagyon megéri dolgozni. Embereknek tud segíteni, hogy egészségesebbek legyenek és sikeresebbek, több pénzt keresnek. Erről annyit lehetne mesélni, hogy nem akarok fenntartani. Hogyan is működik itt a rendszerünk? Van egy képzés, egy vezetői segítség. Ezt húznám alá 147-szer, mert az a legfontosabb. Ön megkapja a vezetői segítséget, önnek fogják a kezét, hónapokon keresztül dolgoznak ön helyett szinte, de idézőjelben teszem önnel. Megkapja a profi segítséget, ami sehol máshol. Gondolj már bele az ön munkáin, a főnök önnek dolgozik. Mert dolgozik ön helyett. Na itt ez lesz. Online üzletépítés, kezi csókolom. Hölgyeim és uraim, országhatárokon kívül és belül. Most is internetes közvetítés, azt mondom, 8 országban vannak nekem is munkatársaim jelen. Online üzletépítés, kérem szépen, rögzítve lesz. A Gizinek el tudja küldeni ezt az előadást, vagy jobban, előadást, mert az enyémet küldje. Hogy nézd meg, ezzel foglalkozom, el se kell utazni a Münchenbe, a barátjához soroltam. Olyan lehetőségek, olyan potenciál van itt, hogy hihetetlen. Aztán ajánlott könyveink és hanganyagok, képanyagok vannak, ugye most már ezt úgy hívják, hogy MP3, meg YouTube-os anyagok, rendezvényeink, ez a nyílt info, meg 1000 millió termékismertető, konzultáció, orvosokkal, szakmai vezetőkkel, minden segítséget megad az ön vezetője, meg ez a cég. Így el, a siker nem itt lesz. A siker önön múlik, hogy ön mit tesz bele, az ön része mennyi lesz. Nézzük meg a leghatékonyabb indulást. Ha nem jelent elháríthatatlan pénzügyi akadályt, azt szoktuk javasolni, induljon minél több termékkel. Több termékkel, lehet nagy doboz, C9-et, amennyit meg tud engedni anyagilag. De ha nem, akkor legalább azért egy ilyen dobozt investáljon be, használja a termékeket, így jel, ez nem kiadás, ez egy befektetés, és megtérül nagyon gyorsan. Írja össze a barátaid ismerőségét. Hát nézzük meg a telefonját, a Facebookos ismerőseit, írjunk össze néhány embert, és csináljunk két tájékoztatót egy két lefordulásán belül az ön nappaliában. Ahova a mikrokörnyezetéből, a bizalmi szférájából hívja meg a barátait, rokonait, ismerőseit. Ez a legveszélyesebb egyébként, majd ők fognak a legrosszabbul remelni, de ne féljen ettől. De rengeteg ember fog majd terméket rendelni, így jel,
és egy csomó ember lesz, aki azt mondja, hogy figyelj, várj le. Hát én dolgozok 16 évennél a X cégnél, és le se bagóznak, és de jól lenne előre lépni, és én látom ebben a koncepciót, lesz ilyen is. Be fogjuk önnek bizonyítani, hogy az önvezető működik az ön környezetében, csak nyilván ne két ember üljön, hanem ez egy 10-15 fő közötti létszám. Nem ismer annyi ember, hát most, hogyha mindenki, aki ott van az ön családi tájékoztatóján most szombaton, mondjuk nem tudom, 10 fő, de el tudnak képzelni, hogy 10 ember ott van mondjuk, hogy ez sok vagy kevés? 10. Ez az, hogy nem, ez meg az, hogy igen. 10 fő, az sok vagy kevés ön szerint? Hát van, akinek ön. Hogyha azt mondanám, hogy minden egyes ember után, akit elhív a tájékoztatóra, 20 ezer forintot adunk, mennyi ember ülne ott? A motiváció ez. Majd rájönne úgyis, hogy nem 20-at fog keresni. Nem 20-at per fő, hanem sokkal többet. De ez is motiváció kérdése, kérem szépen. Nem akartam önöket most megzavarni ezzel, csak látom, hogy már néhányan elaludtak. Kicsit fel akarom rázni önöket, még van 2 perc, és rögtön befejezem. Egy tájékoztatót megtartani, nem egy egyszerű dolog, de ezt nem önnek kell elvégezni, hanem az ön vezetője fogja megtartani. Önnek csak lelkesen föl kell venni az érdeklődését a barátainak, ismerőseinek, elhívni az ön nappalián, nem baj, ha nincsen ülő alkalmatosság, üljenek csak néhányan a földön, a karfán, stb. Az a jó, hogy jó sokan ülnek ott, mert a tömegnek ereje van, és így jelen szeretnénk. Aztán, ha megoldható, néhány hanganyagot hallgasson meg, hogy kell családi bemutatót szervezni, hogy kell kifogást kezelni, hogy kell meghívni, és sorolhatnám. Van egy zseniális sorozat, ott láthat egy fiatalember, Berkis Miklósnak hívják, és néhány CD van ott mellette, amit már lassan, hogy a hivatból is kimegy a CD, de hogyha ő vesz egy ilyen dobozt, egy ilyen flashdobozt, akkor pendrive-on rajta van MP3-ban az összes előadás. Ez gyakorlatilag a szakmai lépéseket tartalmazza, 12 olyan vezetőnek az előadása, akik nagyon-nagyon sikeresek ebben a szakmában. És ha lehet, jöjjön el ez néhány rendezvényre. Ez most egy nyílt infó, de igazából ez nem olyan léptékű, hogy láthatná ennek a nagyságát. Jöjjön el egy rendezvényre. Hát ide már sajnos nem fog tudni eljönni, hogyha nincsen karszalagja, vagy nincsen belépője, mert itt lesz a világ első számú hálózatépítője, a világ legsikeresebb embere az MLM szakmában, a világ legjobban kereső embere ebből a szakmából, aki milliárdos, őt úgy hívják, hogy Rolf Kipp. Ő a mi felső vezető, képzelj el, nem volt ilyen, meg nem is lesz, itt lesz Debrecenben. Van egy nemzetközi menedzser, találkozom most Egerben, és a nagy Katinak köszönhetően eljön ide Rolf Kipp vasárnap. Ő a Rolf Kipp és a kedves felesége. Hát ilyesmi 13-ai fizetéseket kapnak ők, ez most itt speciálisan 1.304.000 dollár, de izgasson, hogy ez most van. Ők keres a legjobban ennél a cégnél, egy egyszerű alázatos szerény ember. Ez sajnos most már, ha önnek nincs belépője, nem tud vásárolni, mert betelt a létszám, túljelentkezés van, ez vasárnap 10 órakor lesz a Novandában ez a rendezvény, de ahol még el tud jönni, ez a cég országos rendezvénye, ezt úgy hívják, hogy a Success Day sikernap, ahol olyan előadókat hallhat, akik most lettek sikeresek, régebb óta lettek sikeresek, orvosi előadás, ez a nagy kép, amit megláthat erről a cégről, jöjjön el erre a rendezvényre, egy doktornő és a kedves párja lesz a házigazdánk, az országigazgató mond egy köszöntőt, szintén egy orvos doktornő, dr. Bocsi Mária, aki most már a Forever Orvos szakmai tanácsadója, és a előadás, aztán egy olyan házas pár, akik már régóta itt vannak az üzletők, most lettek senior menedzserek, és mennek Cancunba a jutalomútra. Egy fiatal hölgy, aki szintén itt van már egy ideje a Foreverben, most lett menedzser egy hónappal ezelőtt, és egy kiváló orvos házas pár, Sopronból, akik már 10 éve itt vannak az üzletben, és elmondják, hogy érdemes ezzel a vállalkozással együttműködni. És itt van egy friss minősült, aki most senior manager, az azt jelenti, hogy már 2 levált ilyen menedzsere van, tehát azt jelenti senior manager. Ez a fiatalember, hát most nem tudom, hogy így hirtelen mire gondol, amikor meghallgat egy ilyen tájékoztatót, hogy kit érdekelhet ez az üzlet. Tehát is meghallgatja, és hát a Józsit, ő úgy nem állnak pénzügyileg úgy jól, hát őt lehet, hogy érdekli. A Bélát, ó nem, hát ő vállalkozó, őt biztos nem érdekli ez az üzlet. Na, hagyd mondjam el erről az úrról el, hogy ő az Invázió üzletház, üzletláncnak a tulajdonos, a 65 üzlete van Magyarországon, csak a havi kiadás a 100 millió. Tehát amikor elsője van, ő úgy indul, hogy 100 millió ki kell fizetnie. Hát nem is, hogy millió, most szerintem már egy kicsit magasabb kategória, 2 hónapja jött az üzletben, 3 hónapja. Higgyel, ilyen embert is érdekel az üzlet. Tudja, mi az a jó díj, megértette a rendszer lényegét, bátran keressen meg
komoly egzisztenciával rendelkező embereket is. Bátran. Ha lehet, ne egedül, tegyél, beszélj meg a vezetőjével. Mert higgyél el, mindenkinél van nyomógomb. Mindenkinél van motiváció. Ha lehet, jöjjön egy ilyen rendezvényre. Mire számíthat? Itt azokat a pontokat láthatja, amiről ma szó volt. Ezt nem is térlek rá, nem is kell olvasni, ezekről beszéltünk. Hogyan tovább négy lépésben? Időn túl minden időt kimerítettem már, bocsánat. Kap most egy dossziét jobb esetben, amiben lesz egy újság, egy termékkatalógus, egy üzleti katalógus. Vigyázzon rá és nézze át, holnap vagy holnap után legkésőbb adja vissza a meghívójának, és beszéljék át, hogy mi az, ami önt érdekli. Termék, az egészségmegőrzés, vagy a pénzkereset, a marketing, vagy remélhetőleg mind a kettő. Kicsi az esély, hogy egyik se, csináljuk egy tesztet. Ki az, akit nem érdekel az egészség? Ki az, akit nem érdekel a pénz? Tehát most nyilván nem fogja föltenni a kezét, de nagyjából erről beszélünk. Erre nem lehet nemet mondani. Ha nemet mond valaki, valamit nem jól csináltunk. Aztán egyeztessen egy időpontot, én már előre szaladtam holnap vagy holnap után. Tegye fel őszintén a kérdést, mindenki fogást, mindenféle elvét mondja el, és hozzon egy jó döntést. És ezzel a diával kezdtük a tájékoztatót, és ezzel is fogom zárni. Higgy el, minden embernél vannak olyan pontok, olyan kihívások, amit szeretne javítani. Amit le kéne törni, aminél szeretne egy picit erősödni. Van akinél az egészség, van akinél az időhiány, van akinél az elismerés hiánya, van akinél egy kicsit több pénz, egy jobb kocsi, stb. Higgy el, meg lehet találni mindenkinél a motivációt. Ez a cég, ez a tevékenység mindenkinek megadja a lehetőséget arra, hogy együttműködjön a céggel és sikeres legyen. Itt van olyan, aki 19 évesen lett menedzser, és van olyan, aki 82 évesen. Itt van olyan menedzser, aki süket néma, itt van olyan menedzser, aki vak, van olyan, aki tolókocsiban ül. Bárki sikeres tud lenni. Nem lesz mindenki. És tudja, mi múlik ez? Hogy most, amikor azt mondtam, hogy nem lesz mindenki, vagy bárki az lesz, ő most mit gondolt magáról? Hogy azt gondolt, hogy én az leszek, vagy az valami biztos nem. Esküszöm, önnek ezen múlik. Menjen haza, és nézze meg online-ban a titkot. Szíve. Nagy szerencsénk volt néhányunknak, ugye 5 nappal ezelőtt egy olyan hölgyel tölthettünk el 2 napot, aki a titok egyik írója, mentora, mentorát, aki benne volt a filmben. Marci Hirhoff. Nézze meg a titkot, ez a hölgy itt volt, és nem ő az első, aki a titokból itt volt Magyarországon, itt volt Morris Goodman, és sorolhatnám még. Nézze meg azt a filmet, nézze meg a titok filmet, mert mindent be tud vonzani, a jót is, meg a rosszat is. Ő most azért ül itt, mert bevonzotta azt, hogy őt meghívják. Bevonzotta. Amikor nekem azt mondják, hogy ez az üzlet, ez szerencse kell, akkor én azt mondom, hogy ennek az üzletnek annyi köze van a szerencséhez, mint Makó Jeruzsálemhoz körülbelül. Egyetlen egyszer olyan jelentősége a szerencsének, amikor megcsörön az ön telefonja, és a következőt mondják benne, hogy drága, szeretnélek meghívni téged egy tájékoztatóra, mert forever-re foglalkozom. Abban a pillanatban ön szerencsés, hogy őt meghívják. De onnantól kezdve nem a szerencsének van jelentősége az üzletben, az ő hozzáállása fontos. Hogy milyen a hozzáállása, hogy azt gondolja, hogy ezt meg lehet csinálni. Azt gondolja, hogy ilyen termékeket nem lehet adni, hát az annyira drága. Vagy rájön arra, hogy ezek tények, amiről beszéltem, hogy 50 millió forint a napi forgalom. A hozzáállás. És nézzen meg a titkot, a vonzás törvényén a jót is be tudja vonzani, meg a rosszat is. Ez akkor is működik, hogy nem hisz benne. Járt már, úgyhogy föl kell reggel, nyomja ki a telefont, a telefon közben leesik az éjjeli szekrényről, mérgelődik, beleugod az asztalsávkába, a fokrém lecsöppen, amikor már a dúz kimosalta vagy az inget. Amikor kivéd, lejti a kulcsot, pont a rázsuk beakad, jön egy autós spriccel, és azt mondja, ilyen szarnakom lesz egész nap. És ez lesz. És ez lesz, mert ezt vonzuk be. Volt már ilyen az életében? Ön is tapasztalja, amiről beszél. Ezt meg lehet fordítani. Ez fordítva is működik, kérem szépen. Be lehet vonzani a jót is. Most lehet, de ne nézzen úgy, mintha valami misztikus dologról beszélnék. Ez törvényszerű. Nézze meg a titkot, meg ezeket az anyagokat, amiket kap. Lehet, hogy online-on kapja egyébként YouTube-on keresztül, vagy linkeket MBA-nak kap, lehet, hogy most nem visz haza a dossziét. Nézze meg, 2 napon belül üljenek le és beszéljék át, hogy hogyan tovább. Én abba bízom, hogy sokszor fogok pedig önt itt látni, és majd sokszor a színpadon is látom, amikor a sikereiről fog beszámolni. További szép estét kezdjük sokról. Köszönöm.
nagyon jó, hogy ennyi év tapasztalatát nagyon nehéz átadni egy országban, úgyhogy ezért is volt a csúszás. Köszönjük és hálásak vagyunk a Tiboda szponzorodnak, akinek volt kitartása, hogy itt tartson ebben az üzletben. Én köszönöm mindenkinek a jelenlétét, a türelmét, nagyon sok hasznos információt hallottunk, mindenki ezt otthon gondolja át, beszéljen a meghívójával, legyen egészséges, legyen több pénze, éljen jobban. Mi azon vagyunk, azon fáradozunk, azon törekszünk egy kiváló vezetőkkel. Jövő hét csütörtökön 5 órakor kezdünk, egy kóstolybeli napunk lesz, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Itt a terembe, és majd az internet előtt, úgyhogy elköszönök mindenkitől, jó, mindenkitől jó egészséget kívánok, jó éjszakát, és viszontlátásokat utána törökülünknek is.